Nagyon kifáradtam itt az erdélyi kirándulás közepette, úgyhogy megpihentem itt egy kicsit, és megosztok veled néhány olyan gondolatot, ami menet közben jött nekem. Amikor így elfáradok, vagy éppen töltődök, és csak úgy közben kifárasztom magam, akkor mindig jönnek felismerések, új gondolatok, és olyan jó ezeket megosztani. Meg némi kipihenésre is szükségem van. Mögöttem vagy a közelemben a korondpatak hangját hallhatod. A parajdi sóbánya mögötti sószorost jártuk körbe. Csodálatos ez a táj. És közben az élet sóján gondolkodtam. Azt mondják a parajdi sóra, hogy ez az élet sója. És átvitt értelmen az élet sója az az életünk értelme. Milyen értelme van a te életednek? Nagyon sokan keresték és keresik az élet értelmét, de sokan azt gondolják, hogy ezt olyan nehéz megfogni. Én hiszem, hogy az életed értelme nem lehet egy ember. Nem lehet a párod, nem lehet a gyermeked. Az élet értelme inkább egy-egy fogalom, egy állapot. És nem kell, hogy az életünk értelme végig változatlan legyen. Mindegyikünk életének van valami értelme, amiért itt vagyunk, ami kitölti az egész életünket. De bizonyos életszakaszokban, különböző életkorokban, élethelyzetekben más-más dolog is lehet az életünk értelme, sőt, szerintem így egészséges. De honnét tudod, hogy mi az életed értelme? Mi a te életutad? Onnan szerintem mindenképp észre tudod venni, hogy a köré szervezed az életedet. Valahogy automatikusan, odafigyelés nélkül, tudattalanul is úgy alakítod a dolgaidat, a környezetedet, hogy egy-egy helyzet vagy téma köré. Lehet az egy bizonyos életszakaszban az anyaság, akkor a boldog, méltó párkapcsolat megtalálása és megélése, lehet a nőiség, akár az anyaság és a munka egyensúlya, tehát anyaként kiteljesedni, sok minden lehet az élet értelme. Megtalálni azt a hivatást, amit szívvel, lélekkel tudunk csinálni. Mert ha nem vagy a helyeden, akkor szenvedsz. Akkor minden kínlódás. Az életünk értelmét akkor találjuk meg, amikor úgy az elemünkben vagyunk. Mi az, ami köré mostanában szervezed az életedet? Mi az, ami neked különösen fontos? Bármiről le tudsz mondani, csak arról nem. Van, amikor az egészség, vagy az egészség visszaszerzése az életünk értelme. Nem kell, hogy egy életen át ez változatlan legyen. Az én életem értelme általánosságban például a harmónia. De nem ez határozza meg minden életszakaszomat. Van, amikor inkább a munkában való kiteljesedés, van, amikor az anyaság megélése, akkor az önismeretben való fejlődés, vagy a hivatásomon belül egy-egy terület kiteljesítése, magasabb szintre emelése. A fontos, hogy tudd, hogy mi az, ami éppen értelmet ad számodra a körülötted lévő dolgoknak. Aszerint hozol döntéseket. Aszerint alakítod a mindennapi rutint. És ha ezt tudod, akkor sokkal könnyebb az életed. Mert nem kell mindig gondolkodni. Amikor én szeretek élettervben gondolkodni, és hiszem, hogy minden az élettervünket szolgálja. Amikor arra gondolok, hogy az élettervem hogyan alakul, akkor mindig aszerint döntök, hogy megnézem, mi az élettervem. Hívhatjuk úgy, hogy az élet értelme.
És ez lehet egy-egy életszakaszra, vagy akár az egész életedre. És onnantól kezdve minden döntést ez meg tud határozni. Szolgálja ez az élettervemet? Erősíti az életem értelmét? Igen, akkor jöhet. Ha nem, akkor mehet. És akkor nem kell gondolkodni azon, hogy mit tartsak meg, mit engedjek be, és mit engedjek el. Lehet ez ilyen egyszerű. Számomra például nagyon fontos a harmónia és a szeretet, illetve a kiteljesedés. Ezért általánosságban véve, amikor döntést hozok, akkor azt kell megnéznem, hogy ez támogatja, igen, szuper, akkor mellette döntök. Ha nem, akkor nem kérek belőle. Egy-egy életszakaszban pedig, ami akkor az életem értelme, az határozza meg, hogy hogyan döntök. Ha ezt megtaláljuk, és ebben kitartunk, akkor sokkal könnyebbé válnak a döntéseink, és sokkal kevésbé lesz fárasztó haladni az úton, mert nem viszik feleslegesen dolgok az energiánkat, és nem járunk köröket azelőtt, hogy döntést hoznánk. Szerintem lehet néha ilyen egyszerű. Csak lásd, hogy mi az életed értelme.